What's heading? Szerbusztok, sziasztok! Megkaptátok, mindjárt megnézem, de szerintem már megkaptátok az ending részt, majdnem. Megkaptátok már az ending részt is a YouTube csatornára. Ott ugye még nem azt mondom, hogy az ending volt, de utána néztem a játéknak, és az az endingje volt. Tehát már amikor ott álltunk a sziklán, ugye ott két kimenetel is lehetett volna, hogy letaszítjuk a mélybe a csajt, és meghal, meg a anyánk is meghalt volna akkor, vagy ugye életben marad mindenki, és akkor az ott már magának a főszálnak, tehát amiről szól az a játék, tehát amiről szólt az Odüsszeia, nagyon pici része az az volt. Tehát az volt a... Értsétek, tehát az volt az endingje. Néztem a VR-osoknak is, nekik is fura volt, hogy nincsen konkrétan ilyen stáblista, és akkor ending, mint az Origins-nál volt, vagy mit játszottunk még AC-t? Mi volt az? Mi az már? Mirage, tehát ott is volt ending, meg stáblista. Itt nem volt. Ennek az az oka, hogy ez a játék, ez nagyon sokszor volt fejlesztve az idők folyamán, csak ezből fölveszem a fülest. Szóval, hogy sokszor volt fejlesztve, meg sok DLC is kijött hozzá, mert néztem, hogy hozzá vagy két DLC. Meg lehet nézni a poklot, meg mindent, szóval eléggé durván túl van tolva a játék tartalommal. És most, hogy mi ez a videó? Ez a videó az, hogy ez csak egy sima, szimpla kis további kutakodások a játékon belül. Atlantis után, mert érdekel Atlantis. De mondom, tehát rengeteg olyan cucc van a játékhoz, amitől plusz cucc, tehát hogy amitől tehát plusz DLC-k, tehát mondom kettő vagy három DLC is van hozzá, amit meg lehet venni. Ugye az plusz nem tudom hány óra hossz a game még belőle. Annyira nem fogjuk túltolni az Odüsszit, bocsánat, csak ezért beállítom a dolgokat, hogy minden pacekul menjen. Így. Annyira nem fogjuk túltolni a játékot, de még egy kicsit teszünk bele. Nem sokat, igazából csak addig, ameddig kedvem van. És aztán meg majd meglátjuk, hogy meddig jut el ez a történet. Maga a játék amúgy nagyon jó volt, tehát a sztorit is végigjátszik, nagyon jó volt. Nagyon tetszett, hogy így megcsinálták ezt a görög világot, az ókori görög világot, nekem kurvára tetszett. De az nagyon furcsa, hogy tényleg nem volt benne úgy igazán ending. Tehát volt benne, de azt nem vettem észre. De amint látjátok, itt is van ilyen Season Pass. Ebben benne, mi van benne? 10.000 forintét. Mi lennék meg vagy annyira, de hogy egyetek itt van a Legacy of First Blade. Ez például, ez egy DLC. Tehát, hogy hogyan lesz az első Blade a játékban, ez meg a Fate of Atlantis, ez egy DLC. Tehát itt lehet lemenni az Atlantisos témába, vagy belemenni jobban. Ez pedig itt First Blade, itt van egy karakter, aki bedobódik a játékunkba, és akkor meg tudjuk, hogy hogyan lesz az első kinyitható spenge. Hogyan jön be a képbe az első kinyitható spenge. Nem tudom, hogy játszunk-e vele. Nem tudom. Meg lehet nézni amúgy. Azt nem mondom, hogy nem. De ez még kérdéses, hogy ezzel foglalkozunk-e. Vannak cuccok, tehát mint látjátok, rengeteg ilyen szar van hozzá. Ez meg itt maga a bolti rész, itt is rengeteg cucc van. Itt az idős spórolókat amúgy, aki el akarja kezdeni ezt a játékot. Most annak készüljön fel, mert nagyon hosszú a játék. De az idős spórolóból az drachma szerzés gyorsítót, vagy az áldó XP szerzés gyorsítót, azt az elejétől kezdve vegyétek meg, mert nagyon sokat számít, meg ezt. Mert ez is sokat számít, meg a legendás ládák térképe. Az összes többi nem olyan fontos. Tehát azok annyira nem fontosak. De ezek igen. Mert eléggé nem nagyon mentek semmire se a játékon belül, csak mondom. Tehát, hogy nem nagyon tudtok úgy szintet lépni, hogy az jó is legyen, meg tetszen nektek. Úgyhogy azért mondom, hogy nem olyan egyszerű ez a játék, mint aminek kinéz. De mi most folytassuk egy kicsikét ott, ahol abba hagytuk, a legutóbbi részben. És akkor meglátjuk, hogy hova viszel minket ez a sztori. Ugye lehetne még itt nyírbászolni a kultistákat, de engem azt megmondom, hogy ez annyira nem érdekel, kicsit túl van tolva ez, hogy mennyi vezető van, ilyen kultista vezető, nekem ez annyira nem jön be, viszont van egy Atlantis-os quest, ami itt van, megnézzük, hogy ez mit akar, ugye az előző részben elkezdtük már, és akkor most folytassuk.
Nézzük meg, hogy mit akar ez az Atlantis-os téma. Még így a sima játékon belül, ugye azt tudom, hogy meg kell venni a DLC-t, és csak úgy tudod játszani. Na de nézzük, hogy mit akar. I don't know any more than Phidias did. Please. Stop. I want to stop. But I can't. Not until you tell us where you found these symbols in Phidias's workshop. A támadásod nem csinál semmit. Nem tettünk semmit. I'll tell you. Just please, stop. Speak. In Argolis, Agamemnon's tomb. In Attica, Eteocles' tomb. The third? Nem csinálunk semmit. Mondja meg. I have children. The third. Leave him. Csak megoljuk meg. Azaz. Ez hogy blokkolja? De most őszintén egy ekkora baszó pengét, hogy lehet blokkolni? Nekünk viszont nagyon jó a támadása, mert ez ilyen lánc támadá... Az igen. Most itt fönn van akkor, vagy... Na, hát ez gyönyörű volt, kicsit elpozícionáltam magamat. Mászál már fel, Alexios, hogy... Eagle bearer, I can't tell you how relieved I am to see you. Are you all right? It's nothing compared to what they did to poor Phidias. Did you hear? What do you know about Phidias? Only rumors now. A woman in gold came into his workshop, tortured him, broke his hands, his body was too destroyed for a proper burial. All because of these symbols. Symbols? I was exploring the tombs of Agamemnon, Eteocles, and Orion. I'm a traveler like you. I found the symbols and etched them onto parchment to give to Phidias as a gift. Hol találtad a szimbólumokat? We'll find somewhere safe, Thiras. You can sail with us on the Adrestia. I would be forever in your debt. Take this map. It's rough, but it's the best I could do. Here, Eagle Bearer, and thank you. Ah, akkor meg is van a térkép. Ő egy hadnagy? Terász? Mit tud? Terász. Hajó egészséget ad. Hát ez lófasz. Sírhely térkép. Ez a térkép vázlat. Azon nem tervezem, olyan sírnek helyét jelzi. Na nézzük akkor meg. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit rejt magában ez az Atlantis-os téma, még így simán. A szimbólum Biotiában van, az Oropos hegység északi részén található A szimbólum Orion sírjában található. Na jó, kezdjük Agamemnonnal. Keresek a szimbólumot a rejtő sírkamrát. A szimbólum Argolisban van, Agamemnon palotájának délnyugati részén. Argolisba kell menni. Az hon van, várjál? Argolis. Agamemnon palotája. És hol van a palota? Héra szentélye. Argos Akropolisza. Ez mi? Agamemnon sírja, ez itt van.
ez itt van. Igen, mert azt már én megcsináltam. Most csak újra be kell menni, de ott már kivettük azt, amit ki akartam. És vissza-vissza játék a helyek, azokra a helyekre, ahol voltam már. Nagyon milyen érdekes. Na, hova kell mennem? Akkor nyomjuk. De ebből kettő sírkamara fixen megvan, tehát. Gyere, Manteló! Úgy. Úgyhogy srácok, ez most egy kicsit erről fog szólni, mert kíváncsi vagyok, hogy ez mit rejt magában, mit tudunk ebből kivenni még pluszban a játékból. Kultistákat nem fogunk ölni, tehát azok engem nem érdekelnek. Mert így eldöntöttem, hogy igazából olyan sok minden nem történik, ott is kihozza a játék Atlantisra. Mert utána néztem, mi történik, hogyha megöljük az összes kultistát, Atlantisra hozza ki a játék, hogy azt kell valamit ott csinálni. Valami közel lesz Atlantishoz, aztán... Ja. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Come on! There's Alethea, waiting in Agamemnon's tomb. Igen, ki van itt? Nincs is itt senki, Alexios, miről beszélsz? Keeper, come. Alethea? You've discovered Agamemnon's tomb, a place where the heir of memories will find the symbol she seeks. So, what now? Now is relative. With this information, will the heir open her eyes and unlock the symbol? She will now. So, do I just wait here or something? Our task is already complete. What comes next? She must. Ugye most a csajról beszél. I'm ready to meet the heir now. When will I? You're understanding. What you do not know is that while you are yet to meet her, she already knows you very well. So, what do I do with this staff? Keep it and let it keep you. The keeper's task is to never succumb to death. All those you will ever know and all you will ever love will die. Then you will learn to love again and those will die too. But you will remain. Ugye, hogy örök életünk van így a bottal. This was easy enough. Altair 2, I have our next location. Well done. Where to? Agamemnon's tomb in Argolis. Ugye ez kint történik. Ugye látjátok, ez ki kell menni. Ez azért érdekes, csak azért indítottam még egy felvételt, mert ezért egy felvételt, hogy itt mi történik. Layla to the Altair 2. It wasn't easy, but I'm in. I still don't understand. An AI or some other kind of consciousness is in the staff, which is used to open the Great Seal to Atlantis? Partly right. The symbols in these tombs are somehow tied to the symbols on the seal. How? I'll let you know, once I find one. Guess I'm taking your word for it. Be careful in there. What a find! What is it? And spoil the surprise? All I'll say is, prepare to be amazed when I get back. Itt is vannak még ugyanúgy kígyók? Plates on the floor. Just be careful. Must be somewhere over this thing. Yeah. Azonnal meghalunk. Azonnal meghalunk, hogyha belelépek egy trapbe. Yeah. De úgy van hagyva, hogy Alexiosszal megcsináltam, szóval nem kell csinálni semmit, csak végigmenni. Layla to the Altair 2. It wasn't easy, but I'm in. I still don't understand. An AI or some other kind of consciousness is in the staff, which is used to open the Great Seal to Atlantis? Partly right. The symbols in these tombs are somehow tied to the symbols on the seal. How? I'll let you know, once I find one. Guess I'm taking your word for it. Be careful in there. What a find! What is it? And spoil the surprise? All I'll say is, prepare to be amazed when I get back. There must be some way over this thing. Igen, csak be kell ugranunk.
Látjátok, mindent úgy hagytak. Itt már nem lesznek kígyók. Most itt levagyod be? Nem, itt volt, látjátok a stélé. The first symbol is near. És akkor így menni kell, így össze-vissza, vagy? Szerintem itt csak vissza az a játék. Ott van a szimbólum. Itt nem tudok bemenni. Na de oda hogy megyek be? Én nem emlékszek itt ezen a részen. Én csak ki kell húzgálni ezeket a szarokat, nem erre kell jönni. Annyiból jobb, hogy ezekben a sírokban már legalább nincsenek kígyók. De ez csak egy stélé, itt nincsen semmi. You've done well, Air. It almost looks like a constellation. Layla, all of our readings are being jammed. Are you okay? I'm fine. But there's still two more to uncover. I'm going back into the Animus. There have been too many bugs, Layla. We need to stop and figure out what's happening. We'll stop once I've opened the seal. Layla out. Érdekes. Jaj. Érdekesen alakul ez a sztori. Jó, ez is megvan. Akkor a következő... legyen Ette Oklész. Attikában van, Demétér Szent síkságánya nyugati részén található. Attika, hol van Attika? Ott van. Démétér Szent síksága. A szum van. Itt. És azon belül szerintem ez az. Ette Oklész sírja. Igen. És ezt úgy tudjuk a legkönnyebben, hogyha ide jövünk. Igen, ezeket már mind megcsináltam. Érdekes. Nem tudom, hogy a DLC-vel játszani kéne. Megmondom őszintén, hogy... annyira nem vonz, de talán... ez az egyetlen olyan játék, ahol amúgy megnézném, hogy milyen a DLC. Mert érdekes a sztoria, tehát egy jó sztorit kerítettek a DLC-knek is. Ugye még... wow... ugye még rengeteg minden van, amit fel lehetne fedezni így simán minden nélkül a játékba. De a lényeg az az, hogy... ugye, amit az előbb is elmondtam, hogy már volt egy endingünk. Tehát, hogy... a lényegi része megcsináltuk a játékból. Legalább farmolok egy kis puha bőrt. Ideje téfa boss, hogy rohadnál meg, hogy ilyen lassú vagy. Na.
Jó, itt is majd szépen átkeresztékezzük magunkat. Keeper, the heir of memories must search these old halls for the symbol she seeks. Will the heir rise to the task? I suppose she will. Now? Every step brings you down a very long road to the heir. What you cannot show her, Deimos will. Deimos? How? The heir will know when the time comes. Mm-hmm. Altair 2? I've... or Alexios has found the next location. Great work. Where to? The tomb of Eteocles. I think I found a way in. Érdekes, hogy egy időhuzamban történik a kettő. Tehát, hogy amit itt játszunk a múltba, az a jelenben is történik. Tehát, hogy azért tök érdekes, hogy Alexios vezeti őket oda, vagyis hogy a csaj Alexios testében vezeti őket oda. Ez kurvára tetszik amúgy. There might be a second career in this, if assassin isn't your thing. I still think this is a bad idea, Layla. We don't know the source of the radio interference, and there are temporal discrepancies in the animus memories. Noted, doctor. Layla out. Na, ugye itt van ez a cuccos. Na most... itt el tudunk suhanni. De kár volt, mert itt semmi nincs. Majd ugye Atelia vagy hiák, az majd szólhatja közel van. A cuccos. De ugye itt is itt van, meg ott is ott van. Tehát Alexiosnál is ott van a kard, vagy ebben a fémgenyó, vagyis abban a láncsában, meg ugye hogy átadta neki Alexios. It looks like the organic matter, the paint, the wood, none of it has aged a day. The chemical composition of the air might act as a natural form of preservation. There are tombs all over the world where corpses still have hair and nails intact, even millennia after burial. Let's talk about corpses after I'm out of here. Incredible. These statues are in perfect condition. The second symbol is close. It's you on. Have done well to get this far, despite the interloper. The interloper? Do you mean Vic? Or someone else? The second symbol! Another part of a constellation. Maybe they fit together. Altair 2, can you read me? The interloper can hear us. Mian interloper. Interloper, mian betulakodó. Layla, we hear you, but you're breaking up. Did you say you found the second symbol? I did. And Alexios knows where the third is. I'm sure of it. I'm gonna dive back in. As your doctor, and as your friend, I insist that we stop this. We're not able to guarantee you're safe in there. The staff? The staff makes me immortal, Vic. I'll be fine. Layla, please. The staff makes me immortal. De most ki a, ugye a Vic az, akivel beszélünk, ugye a Comlinken keresztül, de ki a betolakodó? Ugyan. Jó, nézzük meg a másikat is. Biotóbiában, Bojutó, ezt tudom kimondani. Az Oropos hegység északi része tehát a szimon Orion sírja. Ez itt van fönt. Van biotóbia, vagy tökön biot, igen. Orosz hegység északi része. Oropos hegység, Orosz hegység. Oroposzhegység, Oroposzhegység. Oroposzhegység. Itt van. Ott amúgy sem csináltam meg magát a stélét se, csak most nem is fogom tudni. Így azt nem szedtük ki. Gyere már Phobos, hát haladnánk. Úgy. Itt majd be is megyünk, hogyha majd visszajöttünk a gamebe, mert ott van egy képességpont, amit kiszedünk.
Itt még nem voltam, de most ugye játék menete szerint nem is kell, hogy legyünk. We'll see how life grows from a dead place. Life growing from a tomb. If I hadn't seen the staff work, I wouldn't believe it. The heir's task is to bring life where there was death, and your task dooms you to endure loss. Close your eyes and picture the face of one you will never see again. What would you tell them? It's hard for me to apologize. But I would say, I'm sorry for everything I failed to do. Remember that answer, and the pain from which it comes. You don't have to tell me, Alethea. I will always remember. I will always keep. And now, will the heir of memories rise to face the tomb? I suppose she will. Altair 2, come in. Altair 2 here. The next stop is the Tomb of Orion. I'll show you how to get there when I get back. Aha, most akkor lemegyünk ide is, de valamilyen betolakodóról beszél a nő. De milyen betolakodóról? Altair 2, can you read me? We hear you. Layla, there's something you need to know. That interference in the comms is coming from an outside source. If I didn't know any better, I'd say someone was listening in. It must be related to the staff. That's just it. I recognize the interference pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. Valaki lehackelt minket, aha. Az jó. Van ez ki ez a sír. És itt nem is kell sokat jönni. Majd itt lesz egyből. Aha, és itt most már erre tovább? Mert hogy fingom sincs. Na merre, akkor ott lehetett még... Aha. I'd recognize a hack if I saw one. Besides, once I find the third symbol, it won't matter. If only I knew which order they're going. You could try randomly guessing. There's not that many combinations. There's no guarantee I get two chances at opening the seal. After this, we're going back to Atlantis and I'll figure something out. This raider was poisoned. Hol vagyunk? Ha, ez jó. Körbe jöttem? Vagy mi van? We are approaching the final symbol. If the keeper doesn't know the order, how do I get up? His sister. Ez nagy köcsök csapda volt, bazd meg. Ez nagy köcsök csapda volt, bazd meg. Fuck. Altair 2, can you read me? We hear you. Layla, there's something you need to know. The interference in the comms is coming from an outside source. If I didn't know any better, I'd say someone was listening in. It must be related to the staff. That's just it. I recognize the interference pattern. It isn't Isu. It almost reminds me of an erudito hacking algorithm. I'd recognize a hack if I saw one. Azért, hogy ott ne balra menjek most el, hanem a jobbra. Besides, once I find the third symbol, it won't matter. I knew which order they go in. You could try randomly guessing. There's not that many combinations. There's no guarantee I get two chances at opening the seal. After this, we're going back to Atlantis and I'll figure something out. Ele van csapdával ez a hely.
Igen. Nagyon jó. We are approaching the final symbol. Holy, if the keeper doesn't know the order, how do of the I get symbol, up there? His sister will. Így. És akkor nem is kell ráállni arra, hanem csak itt belugrunk. Akkor itt van a szimbólum. Más, hogy erre sikerült? Another part of a constellation. They must fit together. Altar 2, can you read me? Okay, Layla, think this through. Outside the tomb of Eteocles, Aletheia said Deimos would show me what the Keeper can't. Phidias said answers Theras didn't and was killed for it. The heir is wise. Altar 2, come in, please. Layla, that you? Did you find the symbol? 3 for 3. We need to head back to Atlantis. In the meantime, let's run the symbols I found against known constellations. Consider the research plan B. What's plan A? Alexios knew where the symbols were, but not the order they go in. Aletheia thinks Deimos may hold that secret. We have her DNA. What? Layla, are you crazy? I'm not crazy. I'm committed, and you should be too. When I get back to Atlantis, I'm getting this done whether you're on my side or not. Most... Alek, Cassandrával leszünk, nem Alexiosszal. Mert megvan a DNS-e, és Cassandra tudja, hogy milyen sorrendben vannak ezek. Ugye? Igen. Ez érdekes fordulat, de ez így amúgy tetszik amúgy. No, megmondom ezt nem. Itt van Cassandra. Are you, Brisson? I don't want to do this. I don't want to do this. Mi volt ez? Are you, Brisson? The symbols. Talk. Ithira, Korgath, Metin. What does that mean? Ithira, Korgath, Metin. Ez a sorrend szerintem. Right. Let's do this the hard way. Your heart rate's accelerated and your body temp is almost 98 degrees. What's happening? Ithira, Korgath, Metin. That's all I know. Ithira, Korgath, Metin. De ezt kell, ezt kell megjegyezni. Ithira, Korgath, Metin. I'm not here to hurt you, Phidias. We're friends. I just want to know where these symbols come from. You would tell your friend, wouldn't you? Ithira. Korgath, Metin! Are you trying to anger your friend? Eh? Oh! De kurva jól nézett ki, bazd meg. No, 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 no. Layla, get your shit together. Layla, you're not safe. We have to get you out of there. No! Don't be afraid. We all die. But first, tell me what I want to know. Ithira, Korgath, Metin. Ithira, Korgath, Metin. Ithira, Korgath, Metin. Layla, we're remote and
your session. Szegény csávót jól kinyírtuk. Baszki. His damn son was. It was a shit, you know? Itira, Gorgath, Meti. Layla? Come in. Vic, you had no right. I had to pull you out. Diving into Themos's mind almost killed you. The interloper. He is listening. He? Sigma, I'm opening fire. Mitsuda. Doc, fall back. Kiyoshi's been hit. Altair 2, come in. Altair 2, Vic. Anyone? Can you hear me? Most mit kell csinálni? Ja? Menjél már! Úgy. Itila Korgath Metin. Ezt kell... megjegyezzük. The Great Seal has waited long enough. I can't. I've seen inside Deimos's mind. I can't contact the team. The Animus isn't safe. The trials of the air are just beginning. You're right. I can do this. Yours is a role of strength and resilience. Now the air must call the name of the first symbol. Itira? The symbol was the first I found, and the first name Sebafidias was Itira. A csillagok? The air recalls. She heard the names of the symbols and their order. Now, call out the name of the second. Korgath? It was the symbol, and the second name Sebafidias was Korgath. The air doesn't just experience memories, but holds them inside her. And now, the final symbol. Metin. I remember! Fidias somehow unlocked the order of the symbols, even if he didn't realize it. It was Itira, Korgath, Metin. Layla, can you hear us? Vic, you're alive! Sigma Force soldiers stormed the ship. Kyoshi was shot, but I stopped the bleeding. He saved us. It isn't the staff. Someone is intentionally remote hacking our signal. I encrypted a new frequency for us, just to be sure. We need to go dark until we know it's safe. Before we go, how are you? It's good to hear your voices. Listen, I've unlocked the Great Seal. Atlantis is open. Please, don't go in until we know we can keep a secure connection. I want this as much as you do, but we need to do it together. I'm hearing you, Doctor. Atlantis has waited this long, it can wait a little longer. Until then, while I'm down here, I'm safe. Call me when Kyoshi's back on his feet. He'll be glad to hear your voice. Until then, Altair 2 is going dark. Utazás az Atlantis kapujának megnyitásért véget ért. Kutasd fel Atlantis sorsát, hogy megfejtsd a benne rejlő rejtélyeket. És akkor ilyenkor kell megvenni a DLC-t, gondolom én. De azért ezt végig csinálja veled a játék. Hát a srácok, akkor viszont meg kell szomorítsanak titeket, de lehet, hogy azt már nem fogom fölvenni. Mert nem. Ahhoz meg kell vegyem a DLC-t. És nem feltétlenül fogom. Már lehet. Nem tudom. Viszont, skacok, szerintem akkor itt véget ért ez a kaland. És véget ér az Odüsszeia kaland. Még lehet, hogy visszatérek a DLC-vel, nem tudom. Ez így érdekes volt. Nem tudom, hogy azt hogyan lehetne, vagy hogyan kéne megcsinálni, hogy jó legyen. Mert amúgy engem érdekel. Atlantis meg az végképp, csak azt nem tudom, hogy hány óra plusz DLC-t tekintve. Mert engem, megmondom őszintén, a kultisták nem érdekelnek, tehát írtunk eleget, nem akarok többet kinyírni. Úgyhogy igen. Igen, nem tudom, mi legyen. Menjünk bele az Atlantisos questbe, álljunk bele keményen? Hát nem is tudom. A Fate of Atlantis. Nem tudom, mi legyen. Menjünk rá. De menjünk rá.